Gyerünk! Rácsettek! Hogy nagyon jó! Jó van. Bedobom a vévízbe őket, mert tudom, hogy most a poszikával elvannak. Ha egy 10 métert megy, ma az is tanulás. Merre van a virink? Virikém, segíts ott egy villával, mert leborult az egész. És teljesen hátra dobálni, illetve, hogy na. Gyerünk, drágám, próba egy kis ügetés. Nagyon jó. Összekapircsolni, hogy rend legyen. Na, jó, ez csak ne enged, hogy megálljon. Rácsettek, kicsit meglököd a nyakain galopposan. Meglököd a kézzel, nézd rám, így egy kicsit előre. Arra viszem, balra. Minden rendben? Nagyon jó. Szépen kisakkoztam nekik, úgyhogy fotósokból is jól állunk, tanulgatunk. Kicsit a mélyvízbe dobjuk őket. Ugye nekem kevés van. Vidd vissza a helyére, jobbra! Kevés van, aki nagyon profi már. Tehát aki már nem annyira kezdő, de nem baj, ezt is meg kell. Őnekik is el kell kezdeni magyarul. Gyerünk, próba, ügetés! Gyerünk! Látod, hogy elindul? Gyerünk! Trött! Ne lötyögjön a szár, mindig kontaktusba. Gyerünk arra, hogy nem baj, semmi vész. Direkt nem segítek annyira kézzel, hogy magadtól rájössz dolgokra, de itt vagyok. Gyerünk, nem adom fel. Érzed majd, hogy mire reagál. Tökéletes. Közben irányítsd is. Na, nézd meg, milyen szépen el vannak. De kell, akkor majd vezetve is mehetnek. Gyerünk! Aztán majd fejlődünk, ugye. De ennek is örülök, hogy Boti ezt tanárul megengedte. Nagyon jó, következő! Milyen volt? Jó volt. Kezdésnek. Már mondom, ez is, hogy a tanárul megengedte, ennek örüljünk. Gyerünk, Majám, bukott csere. Talán nem is kell neked vezetőszár, ugye, Maja? Nem. Köszönöm most a lehetőséget. Drágám, minél többet csináljuk. Nem, nagyon jó. Minél többet csináljuk, annál jobban belejössz. Ha bármi lett volna, foglak még jobban, tudod, de azért volt első körös sétáltunk. Majácska, te is tudsz mindent, kicsit szokj össze vele, és már mehet is az ügetés.